Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális feladatunkban két számkifejezés értékét kell, hogy kiszámoljuk. Az A feladatunkban valódi törtek szerepelnek, míg a B feladatunkban tizedes törtek. Nézzük először is az A feladatunkat. 3 negyed, mínusz 1 ketted, és az egész szorozva 4 jel. Mivel a feladat tartalmaz zárójelet, először a zárójelet kell, hogy kiszámoljuk, attól függetlenül, hogy a szorzás talán fontosabb, mint a kivonás. A zárójelben két törtnek a különbségét kell kiszámolnunk, vegyük észre, hogy a nevezők különbözők, így első lépésként keressük meg a négynek és a kettőnek a legkisebb közös többszörösét. A két szám közül nagyobbik a négy, mivel a négy osztható kettővel, így akkor a legkisebb közös többszörös a négy. Az első törtet így nincs is szükség arra, hogy bővítsük, a második törtet pedig bővítenünk kell kettővel, hiszen négy osztva kettővel az kettő, és így majd akkor a számlálót is szorozni kell kettővel. Írjuk át akkor, a közös nevezőnk, ahogyan kiszámoltuk, az lesz a négy, az első törtnek a számlálója marad a három, azt nem kell bővíteni, mínusz, a második törtnek a számlálója pedig egyszer kettő az kettő és ezt a törtet kell majd, hogy szorozzuk a végén négyjel. Hát vegyük észre, hogy a két négyessel rögtön tudunk egyszerűsíteni. Így miután kivonjuk a háromból a kettőt, a maradék az egy, valójában az lesz ennek a kifejezésnek az értéke, tehát ez a sok-sok számolás után a végeredményünk egy. Nézzük a B kifejezésünket. Tizedes törtek szerepelnek. 3,2 szorozva, zárójelben, 4,3 plusz 5,7. Vegyük észre a zárójelet, ez azt jelenti, hogy először is ezt a két számot kell, hogy összeadjuk. Akár fejből, de ha úgy gondoljuk, akár le is írhatjuk őket, figyeljünk arra, hogy amikor egymás alá írjuk, tizedes vesző a tizedes vesző alá kerüljön. Indulunk sorba, először is a tizedeket, 3 plusz 7 az 10, írom a nullát, maradt az 1, kiteszem a tizedes veszőt, 4 plusz 5 az 9, plusz az az 1, amit jegyzek, az összesen 10. Tehát a zárójelben lévő összeg értéke 10. Itt tehát a 3,2-t 10-zel kell szorozni. Hogyan szorozunk egy tizedes törtet 10-zel? Nagyon egyszerűen a tizedes veszőt egy helyjel visszük jobbra. Miért pont egy helyjel? Azért, mert a tízes egységünk ennyi darab nullát tartalmaz. Itt tehát, amikor a tizedes veszőt a 3 hármas után, arrébb tettem, arról a kettes után, le is olvashatjuk a végeredményünket, 32. Már csak annyi maradt, hogy visszaírjuk a végeredményeket, az első kifejezésünk, tehát az A feladatunkban a végeredményünk 1, míg a B feladatban a végeredmény pedig 32. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!